Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a mai bűn és baleset megelőzési magazin műsorunk alkalmával. Az elmúlt hetekben bűnügyekkel foglalkoztunk, de ma pedig lenne a közlekedés került előtérbe. Nem véletlen, mert szeptember itt van, és kezdődik az iskola. Tisztelettel köszöntelek benneteket. Elfelejtettem bemutatni vendégem, Kemenes Miklós rendőrezredes, az OBB-től, és nem utolsó sorban Szécsi Tibor rendőr alezredes úrhoz, BRFK közlekedés és baleset megelőzési osztálynak az osztályvezetője. Na most nekivágunk akkor. Úgy tudom, hogy komoly ellenőrzések voltak, és vannak most is Budapesten, Tibi. Értékeltük, elemeztük a fővárosi baleseti statisztikát, és egy olyan álláspont van, egy olyan baleseti adatok jöttek ki, mind a kettőt külön-külön mondanám, hogy nagyon sok a kerékpáros baleset a fővárosban. Kerékpáros okozókról is beszélek, és olyan balesettől is, ahol a kerékpáros szenved balesetet, és nem a maga hibájából, hanem más dolog közrehatása révén. Én nem feltétlenül itt más gépjárművezetőről vagy gyalogosról beszélnék, akár lehet egy rossz minőségi út a balesetnek. Az meg van bőven. Az meg van bőven, viszont nagyon sok esetben maga a kerékpáros felelős a közlekedési balesetért, és épp ezért a nyáron egy háromnapos nagy akcióba kezdett a budapesti rendőrfőkapitányság. Azért mondom, hogy kezdtünk, mert ezeket az ellenőrzéseket részben folytatjuk is. Az ellenőrzéseknél ellenőriztük magát a kerékpárost, hogy fogyasztott-e alkoholt. Fontos. Fontos. Más jogszabályok vannak. Adott esetben lehet mellékútvonalon egy kismértékben alkoholt fogyasztani, viszont a fővárosban, ha úgy vesszük, nagyon mellékútvonalon kerékpározni nem is lehet, mert itt a belvárosba megyünk, mondjuk az Akácfa utca az mellékútvonal, de a Dohány utca meg már főközlekedési útvonal. Szerintem nem lehet ezt így szétbontani. Legfeljebb külső kerületekben, külső de hát kerületbe, ott is akkora forgalom. Itt a fővárosban, ha éjszaka kimegyünk, és akár ez egy fix felállítási hely szokott lenni, az éjszaka kerékpározók már ismerik, a belvárosban, az Astoria környékén előfordulnak hétvégén a rendőr kollégák, ott mindig szokták szondáztatni a kerékpárosokat, és amikor én este kint vagyok, az a tapasztalat, hogy akár minden második, harmadik kerékpáros is alkoholt fogyasztott, és olyan mértékben, hogy ott ugye szankcionálni kell a rendőrségnek, hangsúlyozom, ott főközlekedési útvonal mind a két irány, tehát a Kossuth-Lajos-Rákóczi út, illetve a Kiskörút is mind főközlekedési út, tehát ott semmit nem ihat a kerékpáros. Itt a rendőr ugye helyszínbírságot szabhat ki, vagy közigazgatási bírságot, melynek az összege akár 60 ezer forint is lehet. A nagy része, akiket különben kiszűrünk, tehát a szívem szakad meg, amikor a egyetemistát kell ugye megbírságolni, és ugye a fix 60 ezer forintos közigazgatási bírságot szabja ki a rendőrjárőr. Ebből engedni sem lehet, tehát meghatározott mértéknél ez a fix összegű bírságot kell alkalmazni a rendőrségnek, és akár itt több havi megtakarítása, de mondjuk úgy, hogy megélhetése is kárára mehet. Én azt mondanám, hogy el lehet menni bulizni kerékpárral, de akkor ott a lehetőség, hogy haza kell tolni a kerékpárt. Viszont az a tapasztalatok rosszak, nincs rajta első-hátsó világítás. Itt azért mondanám, hogy nem elsősorban a hatóságnak a bírságolása legfőbb tennivalója. Akár egy figyelmeztetés is célt tud elérni, viszont itt a nyári ellenőrzéseknél az Országos Balesetmegelőzési Bizottság biztosított első-hátsó világítást a kerékpárra. Fejlődik a technika, ezek már nem dinamós világítótestek, ledesek, és a led nem ég ki, hanem elhalványul egy idő
utána egy kis elem van benne, évekig lehet használni, tehát nagyon jó berendezések, pár száz forintért árulják különben ezeket, tehát egy mozdulattal előre-hátra föl lehet szerelni, és én azt tudom mondani, hogy amíg úgy lehet kerékpárt vásárolni a fővárosban, hogy ugye kötelező tartozékok nélkül, sőt még rá is van írva a kerékpárra, hogy közúti közlekedésre nem alkalmas a kerékpár, addig hát rá van írva, hogy olyan úton lehet használni, ami nem minősül közútnak, tehát mondjuk egy erdőben. Szántóföldön. Tehát ezeket a felszereléseket meg kell venni hozzá. Gyakorlatilag azt mondanám, hogy régen, amikor én gyerek voltam, drágább volt. Dinamót kellett venni, lámpát kellett venni, sőt az izzókat, mert ezek kiégtek. Most gyakorlatilag 4-500 forintról beszélünk, mert pont annyiba kerül itt a nagyobb kerékpáros boltok, nagyobb hipermarketek árulják, 4-500 forintból meg lehet adni, ugye a Kressz látni és látszani közlekedésbiztonság alapelvnek az, ami az övé, tehát ugye a kerékpáros is látni fog, és nem utolsó sorban ő is látni. És arról nem is beszélve, hogy ez a ledes fény összesen hasonlítható a dinamó világítással. Itt egy lehetőség van, ahogyha nem látunk, lemerült az elem. Na de a dinamónál ne is mondjuk, hogy milyen. És elég macerás volt az a dinamós rendszer, tehát sokkal jobb. Itt van fényerő, lehet látni, látszani, ahogy mondtuk. Az OBB mennyit szánt erre? Hát én ezt most nem tudnám pontosan megmondani, de a mondani valómat talán azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon örülök annak, hogy apák és fiúk találkoznak a baleset megelőzési szakmában, a baleset megelőzési rendőri tevékenységben, ugyanis a Szécsi Tibor barátomnak az édesapjával együtt rótuk sok-sok évtizeddel ezelőtt a Madách gimnázium padjait. Tehát oda jártunk, és hát nagyon nagy örömöm, hogy az ő fiával itt egy adásban lehetek. Ezt el kellett mondanom, mert ez egy nagyon szép impulzus, ami engem a mai nap folyamán ért. A visszatérve a kerékpáros közlekedésre és a forgalom ellenőrzésre, én megelőzés centrikus vagyok, tehát következésképpen arról szeretnék inkább beszélni, nem a forgalom ellenőrzésről most, habár annak a fontossága az egyre inkább előtérbe kerül, mert ha az országos baleseti statisztikát kísérem figyelemmel, akkor azért megnyugtathatok mindenkit, hogy a halálos áldozatok csökkenési tendenciája és a halálos balesetek számának a csökkenési tendenciája változatlanul érvényes Magyarországon, ugyanis az elmúlt hétvégi, pénteki legfrissebb adataim szerint az visszaemlékszem arra, hogy több mint 20 személlyel kevesebben vesztették életüket idáig ebben az évben, mint az előző év azonos időszakában. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert saját megállapításom az, hogy mennél kevesebb a halálos balesetek, a balesetek számának az alakulása, annál nehezebb a tendenciát, a csökkenést fenntartani. Mert ugye évről évre, hát 1990-ben 2432 halott, és ez mindig egy memento mori, ez egy nagyon fontos dátum. Az elmúlt évben ez már lecsökkent 605-re. Gondolják el, hogy ez milyen óriási eredmény, és a rendőri munkának, a forgalom ellenőrzésnek, és a rendőri közrehatásnak, a balesetek, a bűncselekmények megelőzésében ebben óriási szerepet tudok tulajdonítani, és azt hiszem, hogy a kettőnek az együtt hatását továbbra is fent kell tartani. Tehát azért nagyon nagy jelentőségű, mert sokszor hallhatjuk, nem csak Magyarországon, Európában mindenütt azt, hogy könnyebb a jogsértő cselekményeket megelőzni, mint szankcionálni. Tehát hatalmas nagy erő rejlik abban, hogy felkészítjük a lakosságot, a közlekedőket, a közlekedés biztonsági tudnivalókkal arra, hogy el tudják kerülni a baleseteket, hogy szabályosan közlekedjenek. Na most, ugyanakkor viszont, hogyha
a médiát figyelemmel kísérem, akkor sajnos azt is látom, és erről is kell beszélni, hogy annak ellenére, hogy csökken a balesetek, a halálos áldozatok száma, a halálos balesetek száma, mégis azonban vannak rendkívül súlyos, a közlekedés biztonságot nagymértékben irritáló közúti közlekedési balesetek. Gondoljunk az elmúlt héten történt például a 6 halálos áldozattal járó Tolna megyei balesetre, és sorolhatnám tovább. Tehát tehetek egy olyan megállapítást, hogy annak ellenére, hogy a csökkenés érvényesül, nagyon nagy szükség van a forgalom ellenőrzésre, ha bár például, ha ebből a balesetből indulok ki, az ilyen balesetek megelőzése nagyon nehéz, szinte lehetetlen, nem akarok kitérni a baleseti esemény részletes elemzésére, mert nem az a célom most, hanem az a célom, hogy a megelőzés fontosságát helyezzem előtérbe. Nos, és akkor eljutottam a mondani valóm lényegéhez. Mert az Országos Balesetmegelőzési Bizottságnak, a budapestinek és mindegyiknek fő feladata most az, évtizedek óta, nem csak 2013-ban, hogy megelőzzük a tanév kezdeti gyermekbaleseteket. Ez egy hatalmas nagy feladat. Egy olyan feladat, ami csak úgy valósítható meg, hogyha a rendőrök, a pedagógusok, a szülők, a polgárőrök, és sorolhatnám azokat a közlekedés biztonsági szakembereket, akik évek óta az iskolákban például vállalnak előadásokat, felvilágosító előadásokat azért, hogy az alapvető közlekedési ismereteket a gyermekek elsajátítják. Igen, szóval emellé még odasorolnám a szülőknek a felelősségét, kötelességét, mert ez mind kell, amiket felsoroltál itt, hogy ezek hozzájárulnak. Pont a mai napon tartottunk egy eligazítást itt a őszi tanévkezdéssel ezért kapcsolatban. Ezért nem tudtál jönni időben. Felkészítő kerületi rendőrkoordinátoroknak a Hungária körúti közlekedés rendészet központjába, és meg lett határozva részükre, hogy nem csak az iskolai jelenlétet kell biztosítani, hanem menjünk a dolgok mögé. Ugye közel 300 általános iskola van a fővárosban, menjünk el ezekhez az iskolákhoz, és a közútkezelővel, az iskola képviselővel járjuk be az iskolák környékét, hogy nincs olyan közlekedés biztonságra kártékonyan ható tényező, gondolok itt jelzőtábla hiányzik, gyalogátkelőhely le van kopva, vagy esetleg valami olyan javaslata legyen, lehetne ezeknek a mondjuk úgy, hogy bizottságnak, és tegyük meg a lépéseket a közútkezelő felé, hogy hogyan növelhető az iskolák környékének közlekedésbiztonsága, és ezt végre kell hajtani meghatározott határideig a kerületi rendőrkapitányságoknak. Nem a közútkezelő, nem az iskola kezdeményező, maga a rendőr megy a dolgok végére. Másik dolog, hogy legyen egy kapcsolat az iskolákkal. Itt nem csak a iskola vezetésére gondolok, hanem maga a diák, maga a szülővel. Legyen egy olyan telefonszám, amit a rendőr kiad, elérhető, maga az iskola rendőrrel elérhető, és kirakunk minden iskolában egy plakátot, egy jó vastag lesz, amit a gyerekek, ha le akarnak szaggatni, azért neki kell veselkedni, de nem szokás. Tehát én azért a saját lányom, ahova jár iskolába, egy évig ott kint volt a plakát, nagyon sokan hívták az iskola rendőrét, nem csak baleset megelőzési ügyben is, hanem én úgy hallottam vissza, hogy kábítószer terjesztő hálózatot is sikerült itt az elmúlt években volt olyan iskola, ahol lebuktatni, felgöngyölíteni, tehát nagyon jó visszajelzéseket kap az iskola rendőre, de elsődleges dolog a baleset megelőzés, és a tanévkezdés hónapjában minden fővárosi iskolánál szeretnénk vagy rendőri
vagy polgárőri, közterületfelügyelői, van, ahol kerületőrség működik, tehát maga a rendőrség megszervezi a jelenlétet, és a fokozottan, közlekedésbiztonság szempontjából fokozottan veszélyeztetett iskoláknál rendőr fog szolgálatot teljesíteni. A többinél, ahol nem szükséges rendőri jelenlét, a társszervek, együttműködő szervezetek, képviselőit minden iskolánál szeretnénk, hogy kint legyenek egy hónapig. Délelőtt, mielőtt kezdődik a tanítás, érkeznek a gyerekek, és délután viszont abban az időszakban, amikor a legtöbb gyerek elhagyja az oktatási intézményt. És tudtok ennyi rendőrt biztosítani, Tibi? A együttműködő szervezetekkel, tehát a polgárőrséggel, akik tehát nagy mérte karöltve, be kell vonnunk ugye a kerületőrségeket, ahol működnek, és nagyon sok helyen nagyon jól működő közterületfelügyelői hálózat van, ezekkel együttműködve lehetőség van arra, hogy minden iskolánál jelen legyünk. Nyilván van olyan iskola, amely sétáló utcában található, ott viszont elég, hogyha teljesen nem egy zsákutcában, hát 300 iskoláról beszélünk, nem feltétlenül szükséges oda a rendőr, ott elég, ha viszont a polgárőrség mondjuk visszatérően ellenőrzi az iskolát, viszont ott is jelen kell lenni a rendőrnek, legalább legyen jelen a iskolai fogadórákon, szülőértekezleten, és nem utolsó sorban a tanévkezdeti ünnepségeken. Egyenruhába lássák a rendőrt, és ha valakinek kérdése van, bejelentése van, meg tudja szólítani az iskola rendőrét. Hangsúlyozom, nem csak a szülőpedagógus, hanem a gyerek is talán. Én ennek ott látom a mottóját, hogyha egy megfelelő légkört tudunk kialakítani a pontosan rendőrség, erről van szó. A megfelelő légkört tudunk kialakítani a diákokkal, a tanárokkal, és a szülőkkel, most nem utolsó sorban mondta a szülőket, akkor már nyert ügyünk van. Tudom, hogy a megelőzés nem egy olcsó játék, ezt nem győzöm hangoztatni, de mindig jobb, hogy te említetted, hogyha a cselekmények után megyünk. Most legyen ez baleset megelőzés, vagy bűnmegelőzés. Teljesen, igen. Na most a megelőzés fogalma ugye egy gyűjtő fogalom, mert külön a rendőrségnek speciális területei a bűnmegelőzési intézkedések megtétele, és más jellegűek a bűnmegelőzési tudnivalók, tehát amelyek összefüggnek. Hát ugye most veszi kezdetét, hogy kollégáink iskolákban, különösképpen frekventált iskolákban megkezdik a működésüket, egy rendőrhöz három iskola fog tartozni, mint ahogy hallottam, és sorolhatnám tovább, de nem ez a lényeg most megint, mert ha baleset megelőzésről szeretnék beszélni, és arról, hogy különösképpen az első osztályos gyermekekre kell nagy figyelmet fordítanunk a megelőzési struktúrában. Miért? Hát azért, mert a szülők ugye eddig óvva védelkedett, drága kis gyermek, most az életnek egy új kategóriájába lép át. Megkezdi vele az iskolai tanulmányait. A szülők félő és óvó szeretete mellett nagyon fontos, például azok az üzenőfüzetek, amelyeket az első osztályos gyerekek szüleinek küldünk ki, amelyben benne vannak az alapvető tudnivalók, mert nem elég azt mondani, hogy drága kis gyermekem, vigyázz magadra. Ugye ez egy nagyon lózum, szép felszólítás. Szép persze, de ennek mi a tartalma, mi a háttere? Hogyan kell vigyázni a gyerekekre, hogyan kell óvni? És nagyon fontos, hogy a tanórák megkezdése előtt egy órával, befejezés után egy órával legalább azok az ellenőrzési tényezők, azok a felügyeleti tényezők, momentumok átsegíteni a gyerekeket. Ugyanakkor fordulnunk kell a gépjárművezetőkhöz. Tehát a KRESZ jogszabály változás például a gyermekszállítás ugye más módon szabályozta, mint a korábbiakban, és nagyon fontosnak tartom én a magam részéről, de az iskolák környékének a lényege most, gondoljuk el, mi is volt, én már nagyon régen, de vannak ugye nagyon sok, hála Istennek, sok szép, aranyos, drága kisgyermek, aki most kezdi a
tanulást tulajdonképpen, meg aki már 7.-8. felsőbb általános iskolai tanuló, vagy akár a középiskolákról is beszélnék most, mert azért Magyarországon, ahogy nézem a statisztikát, majdhogy nem több mint 4000-re tehető az oktatási intézmények nek a száma összességükben. Tehát következésképpen nagyon nagy feladat a tanévkezdet, de különösen a kisgyermekeknél, az általános iskolásoknál nagyon fontos, hogy ezt az egész nyáron játszó, rohangáló, fotbalozó gyermeket, aki nem sokat törődik a közlekedési szabályokkal, hanem rohan a labda után, most iskolapadba kényszeríteni. Gondolják el, hogy ez mit jelent. Alig várják már, hogy vége legyen a tanításnak, és mind a méhecskék rajzanak ki a padokból. Előbb akartam kérdezni, mikor beszéltünk a kerékpárosokról, hogy nekem az a véleményem, aki részt vesz a forgalomba, közúton, neki legalább majdnem olyan szinten kellene tudnia a közlekedési szabályokat, mint aki a volán mögöttül. Nincs valami kilátás arra, hogy a kerékpárosok egy kicsikét meg legyenek regulázva? Többféle ilyen közlekedéssel, és ezen belül a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos balesetmegelőzési programja volt a budapesti rendőrfőkapitányságnak, viszont érdemes kitekinteni külföldre. Én nemrégében voltam kint a ORFK vezetőivel Kölnbe, és ahol tanulmányoztuk a ottani balesetmegelőzési programokat. Nagyon jó projektek vannak. Maga a rendőr tartja a kerékpáros órát visszatérően több nagyon alkalommal jó. A gyerekeknek, tehát egy nagyon jó személyes példa lehet. Így van, például az is érdekes volt, hogy kérdeztük, hogy miért van rajta a fegyver a rendőrön közben. Mi annyira nem szeretünk, tehát úgy oktatás, mi fegyverre nem megyünk. Tehát én külön kérem, ha iskolába, óvodába menjenek, azért csak Magyarországon én nem szeretem, ha rajta van a rendőrön a fegyver. Ők azt mondták, hogy legyen rajta a rendőrt, az fegyverrel lássák. Ez, hány országban is szokás? Ugye Németországban volt. Vizsgát tesznek a rendőrök előtt a 4. osztályos gyerekek. Kerékpáros igazolványt kapnak, úgyhogy egy nagyon szép példa volt, amit esetleg Magyarországon is érdemes lenne átvenni. Különben érdekes dolog, hogy iskola kezdés, hogyha visszatekintünk, én már 7 éves koromtól egyedül jártam az iskolába, belvárosban nőttem fel. Én már a mostani fejemmel a gyerekeimet nem engedem el. Tehát nekem a 11 éves lányomat még visszük az iskolába. Nem tudom, hogy hát akkor is közlekedés változott minden. Ha megnézek egy gyerekfilmet, most a kisfiammal néztünk ilyen több régi gyermekfilmet, azt látom 6-7 éves gyerekek egyedül utaznak, a villamoson mennek mindenhova. Most már ez nem jellemző. Ami jó is, nem is, a gyerek ugye később kezd megtanulni, közlekedni, önállótlanabb lesz. Van a másik oldala az, hogy kevesebb közlekedési baleset történik, amiben a gyermek sérül meg, tehát mind a két oldala megvan a érdekes a témakör, nagyon, amelyet a kedves barátom felvetett, hát mert én azt tudom mondani, hogy aulikus kerékpárosra közlekedő országokban, mint Hollandiában, ezek a tapasztalatok már réges-régen meghonosodtak, és ott például a kerékpár közlekedésnek nagyon nagy múltja van, tehát egész másképp viszonyul maga a közlekedő ember, a járművezető, a kerékpáros, a villamosvezető, az autóbuszvezető, a kerékpáros közlekedéshez, mint nálunk Magyarországon. Szeretnénk azt elérni, hogy a kerékpározás is megfelelő súlyt kapjon a közlekedési struktúrában, de ehhez nagyon nagy felvilágosításra, nevelésre van szükség, visszatérve a gyerekekre, a gyerekek nagyon fogékonyak. Gyermekrajz pályázatok bírálatánál például többször láttuk, te is, én is, azt, hogy olyan érdekes módon közelítik meg a közúti közlekedést, amire a felnőtt ember nem is gondolna. A közlekedési jogszabályok a felnőtt embernek készültek. A gyerek, mondják a pszichológusok, egészen másképp látja a közlekedést, mint a felnőtt ember. Úgyhogy gyerekeket
felvilágosítani, tanítani, megelőzni a gyermekbaleseteket, megelőzni minden olyan cselekményt, és most visszautalok a bűnmegelőzés fontosságára, amely a gyermekek egészséges fejlődését, én így fogalmazok, bármi módon veszélyezteti. A rendőrség, a magyar rendőrség nagyon sokat tesz, és tett is annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége csökkenjen. Sajnos az eredmények baleseteknél nem, mert például 1990-ben 107 gyermek vesztette életét közlekedési baleset következtében, az elmúlt években 22-12 például. A csökkenés mértéke óriási, de ameddig egy gyermek életét veszti balesetben, tehát járművezetők, vigyázzunk a gyermekekre, mert kezdődik a tanév, ezzel zárnám a mondani való. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és úgy érzem, hogy most az iskola kezdésben még egy hetet rá kéne szánunk erre a közlekedés témára, hogy fel tudjuk készíteni a gyerekeket arra, hogy nagyon vigyázzanak, és a kedves szülőket is, mert azt hiszem, hogy a szülőknek a segítsége 80%. És a járművezetőket, ami nagyon fontos. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és fogadják meg az itt elmondott halálosan fontos következtetéseket a közlekedésre. A viszontlátásra.